beruházások, munkahelyteremtés, növekedés és végül a tartós egyensúly elérése. A helyes sorrendben erre törekszünk a gazdaság újraindításakor. A magyar gazdaság akkor tud igazából erős lenni, hogyha olyan erős helyi nagyvállalati rendszerre épülhet, ami a versenyképességet, a munkaerő foglalkoztatását, munkahelyteremtő képességet is tudja erősíteni, és ha építhetünk arra a fejlődésre, amely ezekben a cégekben potenciálisan megvan. Termelés, export, foglalkoztatás, nagyjából ez a három legfontosabb eleme volt annak a támogatási rendszernek, amit kialakítottunk. A nagyvállalati beruházási támogatás a járvány okozta leállás hónapjaiban is folytatódott. Munkahelyek 10 000-eit sikerült megtartani és stabilizálni, és több ezer új munkahely létrehozását tudtuk ezzel a programmal elősegíteni. A támogatott cégek olyan nagy volumenű, az ipar 4.0-ás átalakítást szem előtt tartó technológiafejlesztéseket, kapacitásbővítést hajtottak végre, amelyekre a gazdaság újraindításakor is joggal és bizton számíthatunk.